First of all, welcome to here. Köszöntjük a Vasas TV kamerája előtt. Először arról érdeklődnék, hogy mennyire volt nehéz döntés az ön számára, hogy Katinkával együtt Magyarországra tegye át a székhelyét. Was it a hard decision for you? Thanks for having me. It's great to be here. I'm glad to be working with Vasas. Mindenek előtt köszönöm az érdeklődést, büszkeség számomra, hogy itt a Vasasnál dolgozhatok. Az, hogy Magyarországra jöttem, őszintén szóval nem volt egy nehéz döntés. Katinka befejezte kint az egyetemet, így ideálisnak tűnt ez az időszak arra, hogy visszatérjem. A célunk most az, hogy a közelmúltban Amerikában és az előtte Magyarországon tanultakat összegyúrjuk. Erre most itt Budapesten, a Vasasnál vannak a legjobb feltételek, így azt hiszem, hogy mindkettőnk szempontjából a legjobb helyre kerültünk. Látom, hogy Katinka is boldog, hogy itthon lehet. És ez a legfontosabb dolog. And as long as she's happy and she's doing what she can do to represent Hungary, I'm a happy man. So nowadays the Hungarian swimming sport is very successful. Milyen különbségeket lát a Magyarország és az amerikai helyzet között? But do you think about the conditions, how different is between the American conditions? Magyarországon rengeteg remek dolgot látok, az egész sportág nagyon komoly hagyományokkal bír. Ebből a szempontból hasonló helyzet Amerikában is. Ott is nemzeti sport az úszás, és nagyon büszkék az emberek a sportág múltjára. Most azon fogok dolgozni, hogy ezeket a szép hagyományokat itt is folytathassuk. Apró technikai változások lesznek a munkánkban, de ez még a jövő zenéje. Ki kell tapasztalnunk azt, hogy pontosan mi működik a felkészülésben, és mi az, ami nem. Vannak olyan lehetőségeink, amiket ki tudunk használni itt Magyarországon. Az egyik ilyen, amit szeretnék, hogy ne egyedül kelljen Katinkának készülnie, hanem legyenek társai is, akikkel együtt tud dolgozni. Az biztos, hogy a magyar úszósportnak vannak tartalékai. Most Isztambulban azt hiszem csak Amerika és Kína szerzett több érmet a magyaroknál. Ezek az országok pedig finoman szólva is nagyobb embertömegből tudnak meríteni, hiszen sokkal nagyobb a népességük. Ez is azt mutatja, hogy Magyarországon remek munka kezdődött el, amihez reményeim szerint mi is hozzá tudunk majd tenni. I think we can compete even more, so I think there's good things to come. So Katinka reached. Mi a titka Katinka kimagasló sikerű isztambuli VB szereplésének, illetve van-e egyáltalán titok? Was there any secret? I think a lot of her secret is her mentality has changed a lot since London. I think London. Én úgy látom, hogy elsősorban mentálisan fejlődött az utóbbi fél évben. Londonban ugye negyedik lett, és ezt nagy csalódásként érte meg, amikor hazajött. Erre én azt mondtam neki, hogy ne így fogja föl, hanem úgy, hogy ez élete eddig legjobb eredménye. Úgy látom, ezt megértette, még akkor is, ha egy olimpián nyilván mindenki érmet szeretne nyerni. Azóta ugye rengeteget versenyzett, kimagasló eredményeket ért el az ősz folyamán, és úgy láttam, hogy ez helyreállította az önbizalmát. Újra érzi, hogy képes dicsőséget szerezni Magyarországnak. Már pedig erre a magabiztosságra nagy szüksége van egy versenyzőnek. Her real talent and how good she actually can be. I think that confidence is just driving her forward and I think that's tremendous for her. So I think it's pretty good. And végezetül pedig arról kérdezném, hogy mik a jövőbeli tervek. Right now, so we have a basically 4-year plan going from. Gyakorlatilag már London után elkezdődött egy folyamat, aminek a csúcsa természetesen majd a Riói Olimpia lesz. Addig szeretnénk megmutatni magunkat az összes világversenyen, a legközelebbi fontos állomás például jövő nyáron Barcelonában lesz, ahol világbajnokságot rendeznek. Én mindent adottnak látok ahhoz, hogy Katinka ott is hasonlóan szerepeljen, mint most Isztambulban. Garantálni persze semmit sem tudok, de azon fogunk dolgozni, hogy minél több sikert tudjon szállítani a magyar csapatnak. Can't guarantee anything, but I think she should keep working forward to having a meet like that. And I think we can. There's a lot of things that she can fix from Istanbul, and she had a tremendous performance there. So, can only imagine the success she can get if everything goes well.